Hello, szia, szavasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kint csodaszép eső nap, képzeljétek el, és ma nem máshol szeretnék elmenni, mint a szigetünkre, az Ausztrália-Magyarul szigetre, ki szeretném rakni a zászlókat. Aztán nem máshol szeretnék megpróbálkozni, mint ki szeretnék menni az óceánra. Ugye én mondtam nektek, hogy én rettentően félek kimenni, ugyanis a hullámok elég nagyok ott kint. Egyedül kint lenni, hogyha valami rosszul sül el, nem tudsz visszajönni. Ugyanis a víz kifelé, és eltűnsz. Úgyhogy, ha ezt a videót látjátok, akkor vagy a Lukasz töltötte fel, vagy túléltem ezt az óceánra való kimenetet. És nem lesz semmi baj. A jetski ott van kint, bele kell rakni a vízbe, a víz eléggé lent van most, amúgy jön majd felfelé. És egy kicsit izgulok, nem is kicsit, izgulok kimenni, ki tudja mivel, még lehet, hogy cápával is találkozunk. Majd megnézem ezeket a delfineket, meg mindenféle fajta dolgot, amit írtatok, hogy mit nézzek meg a vízbe, és megpróbálom őket lefilmezni, na mindegy. Aztán, még mielőtt kimegyünk az óceánra, kiviszem a zászlót a szigetre. Azóta kaptam még több zászlót. Múltkor mondták, hogy azért, mert nem raktad bele a videóba. Hogyha nem volt benne a videóba a zászlód, vagy nincs ebben benne a videóba a zászlód, akkor nem kaptam meg a zászlódat, azért nincs benne, vagy már a videó után küldted. Mutatom az új zászlókat. Ezek a régi zászlók, amit már kaptam. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ezek pedig az új zászlók, ahogy látjátok, és mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni, hogy küldtetek. Valaki néz még rajzolt is, látjátok? Rettentő jók lettek, tehát nem tudok választani. Ezért gondoltam, hogy így kirakjuk valahova a szigetünkre, hoppá, így, és ott hagyjuk. Tehát beleraktam ilyen vízhatlan valamibe, nem tud belemenni a víz, megnézzük, hogy megvan-e még a régi zászlók, vagy nincs, amit ugye én raktam ki, és tényleg mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni a zászlókat, mindegyik tetszik, nem tudtam választani, ezért gondoltam, mindenket kitesszük. Úgyhogy, nyomjuk a jetskit a vízbe, és induljunk! Nyitottam vízre, nem az óceánon vagyunk még ugye, nem sokára ki fog menni a szermelyek a kinti szigetünkre, kirakom a zászlót, körbenézzünk egyet, aztán megyünk arra felé, ki az óceán felé, ott jön egy nagy hajó. Úgyhogy menjünk! Megérkeztünk! Onnét bejöttem, és itt kikötöttem. Ez a mi szigetünk! Ha menjünk, nézzük meg, megvan-e a zászló, bár én úgy nézem, hogy nincsen. Valahol oda tettem, na várjál, kiszállunk. És itt beúzzuk a jetskit. Amúgy a víz, nézd, mennyire fent volt. Azt hiszem, hogy most megy le, vagy most jön fel. Azt hiszem, most megy le. Na nézzük, hol a zászlónk? Hol a zászlónk? Hova raktuk a zászlót? Én azt hiszem, hogy itt volt a zászló, nem? Itt álltunk meg a jetskivel, nézd, ott egy akkumulátor. Mit hozott ki a víz? Itt álltunk meg a jetskivel, és én ide kötöttem. Na várjál, közelebb megyünk. Na ki látja a zászlót, mert én nem látom sehol se. Valahol ott bent, sehol. Arra felé. Elmenjünk arra, hát ha? Én szerintem elvitte a víz, mert ahogy nézem, idáig, áú, feljön a víz. Te, ezt tudod, hogy mennyire bök? Megbökte a talpamat. Arra nem emlékszünk? Vagy oda raktam a zászlót? Na, menjünk egy kicsit arrébb, hátha. Sehol se. Zászlónk nincs meg, úgy néz ki, hogy eltűnt, szerintem elmosta a víz, ha csak valaki ellen foglalta és elvitte a zászlónkat. Na minden. Ugye hozom, kirakom az új zászlót, bár én azt mondom, hogy a szél vitte el.
ugyanis ugye a póló rengedezett, tegnap rettentően fújt a szél, meg múlt héten is, mikor voltunk itt? Most már több mint egy hete voltam itt, nem? Szerintem elvitte a szél, úgyhogy ezt megpróbálom az másik zászlónkat valahol úgy kitenni, hogy nem jel a szél. Ujjajaj! Na itt a zászló! Úgyhogy, várjál, rosszul fogom. Most jól fogom. Látod? Na már, hogy fogom ezt a zászlót? Úgyhogy, hova tegyük a zászlónkat? Lehet, hogy ide az akkumulátor alá kellene valóba berakni? Vagy oda a fára, bár a fára akkor megint el fogja vinni a szél, nem gondoljátok? A másik felét is lefilmezem. Opa! A másik felét is lefilmezem, hogy tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, akik készítettek zászlót. Ahogy mondta, nem tudtam választani. Aztán ne felejtsétek el, hogy pénteken augusztus 25-től indul az új Hihetetlen csatorna, ahol hihetetlen videók lesznek, higgyétek el nekem, úgyhogy ha még nem látod a csatornát, itt a videó alatt a linkben megtalálod, rákattintva fel tudsz iratkozni, részt tudsz venni a nyereményjátékba, csak gondoltam, hogy elmondom, hát ha valaki nem látta a múltkori videót. Oda nézd, milyen fa. Valóban ide kellene. De talán be, az akkumulátor alatt nem lesz jó, mert most gondolkodtam, hogy fel fog jönni a víz, és az lesz az első, hogy elviszi. Na, mindig sétálok körbe, most elnézzük erre felére, ugyanis szerintem ott mindenhol el fogja vinni a víz vagy a szél. Megpróbálom olyan helyre betenni, lehet, hogy el kéne felét ásnom, vagy a fa tetejére, hogyha nem félnék, fel is mennék. Na, mit szóltok hozzá, hogyha ide kiteszem? Látjátok? Oda a fa alá betettem, lehet, hogy rakok rá egy kis homokot, lehet, hogy el kéne ásni a felét. És ide a víz már nem fog feljönni, odáig jön fel, ahogy látjátok, tehát ide nem fog feljönni. A szél, hogyha egy kicsit jobban behúzkodom oda, nem fogja elvinni. Legközelebb visszajövünk, hozok egy kötelet, és ki kellene kötni valahol, én azt mondom, nem? Lehet, hogy azt kellett volna csinálni. Na, oda nézzél, addig ide raktam a zászlót, azt hiszem, hogy addig így maradott. Még nem hozok magammal valami kötelet, hogy valamit ki nem találunk, hogy hogyan kéne rakni. Ha gondoljátok, hogy a videó aláírjátok meg, hogy hogyan kössük ki a kötelet. Addig itt hagyom, tehát onnét a szél tudja, hogy nem fogja elvinni, mert úgy begyűrköztem, hogy én is megérem kipsz ránk cigálni onnét, és a víz nem fog feljönni, ahogy mondtam nektek, maximum idáig. Hova? Odáig jön fel. Mutatom. Odáig, látjátok? Tehát a víz nem fogja elvinni. Erre senki nem jár szerintem. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint iszok egyet, és megpróbálkozok kimenni az óceánra. Amitől én rettentően félek, ugyanis ott kint, nem tudom, olyan messzire nem fog kimenni, csak épp, hogy a park közelébe, de legalább valameddig eljutok. Egyszer megpróbálkoztam vele, aztán félúton visszafordultam, lehet, hogy most is visszafogok, ugyanis jöttek ilyen nagyon hullámok, úgyhogy lementem, a hullám itt volt nagyon fel, pár méterrel a fejem fölött, én meg vissza, hogy feljöttem, meg, úgyhogy nem mindegy, meg fogok vele próbálkozni, ma annyira nem fúj a szél, nincsenek olyan nagy hullámok, mint akkor, de az nekem nagyon betett annak idején, azóta emberek elmenni arra felé. De minden félelmet le kell küzdeni, és meg fogok most vele próbálkozni. A kamera menni fog. Amúgy idefelé nem tudom, hogy láttad-e vagy nem, de itt volt ez a nagy hajó, jött egy-kettő. Csak megtöröltelek titeket. Olyan akkora hullámokat csinált, hogy így mente, és így átugrattam rajta úgy, hogy a jetski körülbelül 2-3 méterre a magasba volt, hogy átmentem ugye a hullámon, hogy és mint a cross motorral, bum, olyan szépen lementem róla, komolyan mondom, meg se éreztem, azt hittem, hogy fájni fog. Szóval tettem egy kört, akkor is egy kisebb hullám, nem a hajó csinálta a hullámot, azt hiszem, hogy én a jetskivel így megpörögtem, és így egy kézre álltam a jetskin, képzeld el, ugyanis kiment alul, amíg megértem utána így kapaszkodni, aztán itt magával, majdnem leestem, mondom, tááááá, vigyázni kell. Mindegy, elég a hülyeségből, indítom a jetskit, ja nem, előbb iszok egyet, indítom a jetskit és megyünk. Nagyon mik ezt a jetskit. Itt elég koszos a víz, ahogy látjátok. Nem nagyon akarok belemenni, ugyanis ki tudja, hogy mi van alatta. Te! Na most hova megy a jetskim, rá kéne ugranom, ne menj és elhagy, gyere vissza te! Na! Feligazítom. És szépen kimegyünk. Arra is el tudnánk menni, de arra csak 6-tal lehet menni, 6 csomóval. Úgyhogy körbe megyünk, mert ott annyival szágultaszhatunk, amennyivel csak akarok. Hú, kicsit meleg van. Ez az utolsó kiálló itten. Innét, hogyha arra kimegyek bal oldal felé, akkor ki fogok érni az óceánra. Úgyhogy ha jól meggondoltuk, benzinünk még van, csak egy nagyon picivel fél alatt. Azt hiszem, hogy minden rendben van. Úgyhogy én menj, azt hiszem, hogy menjünk, mit szóltok hozzá? Amúgy itt a víz, mutatom, kicsit zöldes, kékesebb, nem? Arra nézve kékesebb,
Itt akkor ilyen zöldes, nem tudom mennyire lehet látni. Amúgy szép, tiszta, az olyát mondjuk nem látjuk. Szép lassan megyek. Na megálltam itt a kijáratnál, hogy jön egy ilyen nagyobb hajót szembe, azt megvárjuk, még elmegy. Nem akarom, hogy felborítson minket véletlenül. Ott a kijárat szembe, nézzétek. Jaj, te! Mutatom, látjátok? Én ott vettem fel a napfelkeltét egyszer, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem. Ott a torony, ahonnan kukkolnak, hogyha véletlenül akarsz fulladni, akkor küldenek valakit. Ha csak nem üres most, ugyanis néha üres szokott lenni. Na várj, ez a hajó merre jön? A hajó nem is az utcára akar kimenni, hanem itt elmegy mellettünk. Na mindegy. Akkor megkerüljük, aztán megyünk. Nézd mekkora. Na menjünk. Csináltam, te, kimentem, bejöttem és túléltem, szerencsére. Majd legközelebb kicsit tovább kimegyek. Most annyira nagyon nem mertem, még ugye első alkalommal, de ki fogok menni tovább. Jó volt tovább, azt megnézzük, hogy mi van arrafelé is. Legalábbis szerintem sok minden nem fogunk látni, de meg fogom nézni, mi van arrafelé.
kamerán, de oda nézzetek, látom, milyen alacsony ott a víz. Tiszta, tiszta, ilyen a homokot lehet látni. Ott egy sziget, oda akarok végül is kikötni arra a szigetre. De azt hiszem, hogy kell mennem egy kört. Mégis ki lehetne szállni, látod? De a jetskit nem tudnám itt hagyni. Én azt mondom, hogy megyek egy nagy kört, aztán megnézzük. Rettentő meleg itt a víz. Sikerül kikötnem. Olyan meleg a víz, komolyan mondom. Oda néz, látod, tisztára lent van mindenhol. Benn állok. Egyáltalán nem hideg, rettentő meleg. Menjünk egy kör, amúgy rettentően mély. Arra felé. Múltkor mondtam, ugye mondtam, itt voltak a rákok. Várj, csak visszarakom a telefont. Múltkor itt voltak a rákok, itt jöttek ki, rettentő sok, amikor itt voltam. Amikor itt voltam az öcsémmel, tele volt ez az egész sziget, most egy kicsit víz alatt van. Itt erre hidegézik a víz. Erre melegszik, erre eljövök meleg. Ezen a felé meg hideg. Érdekes. Vannak a madárkák. Ott meg nézd, mit csinálnak a szörfdeszkán. Jógáznak a szörfdeszkán, vagy mit csinálnak ott szemben. Nem tudom, látjátok-e vagy nem. Na induljunk, azt hiszem. Hazaérkeztem, ahogy látjátok, lezvanyoztam, megborotválkoztam, és várunk az ebédre. Amúgy hazaért a Lukasz az iskolából. Oh. Szervusz, nagy helyzet, hogy érzed magad? Jobban vagy egy nagyon picit? Jobban, picit. Ugyanis a Lukasz most már kezd jobban lenni, ugye ez a Lukasz vlogja lett volna a mai nap, ugye vasárnap, de úgy döntöttünk, hogy a Lukasz ezt a hetet kiadja, és jövő héten folytatja tovább. Aztán, hogy jövő héten megint elmenjünk megnézni a zászlót. Elvittem ma a zászlót, képzeld el, kiraktam a szigetre. Reméljük, hogy meg lesz, mire visszamegyünk. A jetskit felhoztam, megmostam, a víz feljött, és más láttam, képzeld el, itt a vízen, mikor jöttem az épp, hogy kikötöttem a jetskit, de mire elővettem volna a kamerát, elment. Ezt a lepény halat, tudjátok, az a nagyon sík hal, az a lapos, és ilyen hosszú farka van, itt úszott, képzeld el, megjöttem a jetskivel, és a jetski alatt itt átúszott pont itt. Nem ez a nagyon nagy, ilyen kisebb változat volt, lehet, hogy még gyerek volt, de mire elővettem volna a kamerát, elment sajnos, hogy nem tudtam lefilmezni. De ahogy mondtam, sok érdekes dolgot lehet itt látni. Delfint még itt nem láttam, meg cápát sem. Bár cápát remélem, hogy nem is fogok. Úgyhogy, mára ennyit, ezt a videót én itt most lassan befejezem. Megnézzük, mit csinál a Davis. Szervusz! Mi a helyzet? Ami megint nemrég ébredt fel, ugye ilyenkor kell fel, úgyhogy most meg fogjuk is ebédelni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!